Sziasztok, ez itt a Ninja Kés, benne a Boruto manga a 48. fejezetével. Óriási fejezetet olvashattunk, és egy hatalmas küzdelemnek a végét mutatták be. Gashin Kōji mindenét beleadta a küzdelembe, sőt, olyat is tudott mutatni, amit még Jiraiyától se láthattunk. Előkerült a békaremete forma, ami egy kicsit megváltozott a mintázatát tekintve, illetve Ishiki is elárulta, hogy sokkal többre képes, mint azt mi hittük. Amadónak a ravassága a gyanút ébresztetett bennünk, illetve lehet, hogy készülőben van a nagy visszavágó Narutóék és Ishiki között. A fejezet hangulata roppant izgalmas volt, mert nagyon együtt voltunk Gashin Kōjival. Érezhető volt, hogy Ishiki az erősebb a nyers hatalmat illetően, de Jiraiyának az erejét számításba véve úgy reméltük, hogy Gashin Kōji is sokat tud majd tenni. Akár úgy is végződhetett volna a harc, hogy Ishiki csak megúszta, mivel a természeti energiák egyre jobban félelmet keltenek az Otsutsukiba. A tűz mindig is nagyon fontos volt a Naruto szériában, de a legjobb taktikákat mindig az Uchiháktól láthattuk. Most azonban Gashin Kōji képes volt fokozni a tüzes élményt, és elképesztő húzásokat láttunk tőle. Mindezt úgy tudták elérni, hogy a mangakák is csodálatosan rajzolt, és elképesztő akciói jelenteket láthattunk így. Remekül nézett ki Gashin Kōji sima tűzgolyó lövése, mert még a szája is fel volt fújva. És pont ekkor emelték ki azt, hogy Ishiki mennyivel erősebb a korábbi formájától. Nem csak képes volt irtozatos sebességgel zsugorítani, de azt is elárulta, hogy olyannyira elsöprő hatalma van, hogy Jigen teste csak 3 napig, ha bírni fogja. Ez eléggé lesújtó hír lett Narutóik számára, hiszen ők Jigen ellen is megjártak, aki az új körülményeket illetően csupán lehelletnyi erejét használta az igazi Ishikinek. Viszont még mindig fenntarthatjuk azt, hogy a pálya nem egyoldalú, és Narutóiknak is van esélyük. Gashin Kōji átváltozott a remete formájába, de azt sajnos nem tudtuk meg, hogy ezt megelőzőleg ő gyűjtötte a természeti energiát hozzá. Vagy Amado táplálta bele csupán erre az alkalomra, ezáltal pedig Gashin Kōji kizárólag erre a harca lett felkészítve. A remete módja bizony nem olyan lett, mint Jiraiya esetében, aki ugyebár a béka apóval és béka anyóval egyenlítette ki az elcsúszodást, hogy ne békásodjon el. Biztos, hogy egy makulátlan béka remete módot láthattunk, ami közel állt így Narutóéhoz. A mintázat viszont megváltozott, és nem csak Gashin Kōjinak a szemhéjait festette be, hanem kiterjedt egészen egy kicsit az arcáig is. De lehet, hogy egyediségről van szó, és így jelent meg a remete forma a hősünkön, ezáltal pedig erőben és képességben nem különbözik Narutóétól. Ám lehet, hogy ez a béka remete mód még Narutóénál is jobb, ami azt jelenti, hogy ez lenne a béka remete módnak egy újabb szakasza. Ha ez lenne az igazság, eszméletlen kanyart vennénk, mivel ez azt mondá magával, hogy a remete formákat is lehet fokozni. Gashin Kōjinak az ereje nagyon jól működött, és hát több tűz technikát is bevetett. Ezek mind frappánsak voltak és dúskáltak a látványban, érezhettük bennük Jiraiyát is, de közben Hashiramát is, hogy csak egy típusú erőket használt. Jiraiyától egyrészt sose láttunk ennyi tűz technikát, és az se, hogy csak egy típusban lett volna végig a harc alatt. Ám Hashirama és a fa jutsujai végig egy stílusban szoktak lenni, ez az utalás pedig biztosan jelent valamit, így lehet, hogy Hashirama és a harci stílusa még képbe fog kerülni. A remete módban előtt támadások biztos, hogy hatottak Ishikire, aki ha nem suhangat és közben nem zsugorít gyorsan, akkor biztos, hogy megjárta volna. Kérdés azonban, hogy Jiraiyának is volt-e eredetileg ilyen sok tűztechnikája. Lehet, hogy a jövőben lett volna neki, ha képes lett volna teljes mértékben eltanulni a béka remete módját. És ezt a potenciált használta ki Amado, amikor Gashin Kōjit megépítette, vagyis amit jelenleg Gashin Kōji a remete formában művelt, ezek mind a tökéletes Jiraiyái. A másik esetőség szerint viszont ezek a tüzes technikák mind Amado betáplálásai miatt vannak. Gashin Kōji pedig úgy szerezte meg a technikákat és a remete formát is, mint Neo a kung fu tudását a Matrix 1-ben, előre betáplálással. Még a harmadik teóriánk szerint Gashin Kōji bizony normális úton tanulhatta el a remete módját. Mert Amado tudta, hogy Jiraiya is képes volt rá, közben pedig meglepődtek, hogy Gashin Kōji módosított állapota révén egy fejlettebb béka remete módot ért el. Az Oda Rasengan nagyon látványosan sikerült, és bizony tényleg széttéphette volna az ellenfelet. Tehát bármilyen jutsu hatásos lehet ezek szerint az Otsutsukik ellen, hogyha azt egy remete formában adják be. De sajnos Ishikinek a húzása tényleg nagyon betalált, ami Gashin Kōjinak a végét jelentette. Kiderült, hogy Ishikinek olyan képessége is van, mint Obitónak, képes eltárolni egy másik dimenzióban az elnél dolgokat, amiket utána ki is ereszthet. Így eshettek Gashin Kōjira rá ezek az oszlopok, de ez egyúttal egy újabb erőlépcsőfokot is megnyitott Ishiki számára. Lehet, hogy minden mást is eltárolhat és kiengedhet a dimenziójából, így pedig a karmával elszívott erők is számításba jöhetnének. Ezzel a képességgel egy plusz erőforrásra tehetne így szert, ami nagyon jól jöhetne egy nagyon intenzív csatában.
Ha ellenben azt nézzük, hogy majdnem komolyan megsérült volna egy Oda-ma Rasengantól, Ishiki Narutóékhoz képest még most se tűnik nagyobbnak. Kétség sem férhet hozzá, hogy Kashin Koji tényleg nagyon erősnek számít, de amilyen erőket bevetett, ezekkel nemigen tudná legyőzni mondjuk Hashiramát. Lehet, hogy az animében jobban átjönnek majd az erők nagyságai, de nem teszünk rossz lóra, ha kijelentjük, hogy az erőszintek nem emelkedtek annyira, mint azt mi gondoltuk. Csupán a képességeknek az ügyessége itt a mérvadó, ami jelenleg Ishiki pártját fogja. Kashin Koji elmenekülése jó ötlet volt, mert így számíthatunk még rá, ám kérdés, hogy hová mehetett. Nem biztos, hogy Amadóhoz ment, és ezáltal képbe kerülhet egy harmadik személy. Ahogy azt találgattuk, Amadó tényleg ravasz lett, és nem készpénz minden szava. Ishiki egy árulónak állította be, aki egy saját ismeretlen célt hajt magának. Amadó róka jeleme pedig akkor ért értelmet igazán, amikor elmondta, hogy Chikadai nem is volt veszélyben. A nyakpánt nem is robbant volna fel, vagyis egy egyszerű blöffel ilyen könnyen be tudott jutni Konohába, és még azt is elérte, hogy szövetséget köthessen Narutóékkal. Várhatjuk, hogy Amadó nem az, akinek mutatja magát, de az is lehet persze, hogy Ishiki gondolja rosszul. És ahogy Ishiki beszélgetést folytatott Kashin Kojival, egyre jobban érződik az, hogy Ishiki nem is tűnik annyira gonosznak. A körülmények sodrása miatt kénytelen megvédeni magát és a céljait. A teóriánk szerint így a köpenyekforgató és a ludas nem más lehetne így, mint Amadó, aki valaki másnak dolgozik. Lehet, hogy össze akarja ugrasztani a karát Narutóékkal, és arra pályázik, hogy a két oldal elpusztítsa egymást. Lehet, hogy közelít a másik rejtélyes fajnak a leleplezése, akik az Otsutsukiknak a riválisai, és akikről mi már egyszer találgattunk. Érdekes lenne, hogyha Amadó nekik dolgozik, és maga Amadó is egy közül. Kissé változtatásnak érződik az, hogy Ishiki egy újabb karmát akar ráhelyezni Kawakira, mert így azt akarják nekünk üzenni, hogy az első karma ezek szerint tényleg elveszett Kawakiról. Vagy Ishiki azt akarja, hogy kettő is legyen rajta a biztonság kedvéért, és ez lenne a jobb esetőség. Jól esett, amikor Amadó kijelentette azt, hogy csak Naruto és Sasuke kelhet birokra Ishiki ellen, és ezáltal lehet, hogy megvalósulhat majd az a teóriánk, miszerint Naruto, Sasuke és Kawaki egy fedél alatt fognak majd lakni. Szóba került, hogy Kawakit csak úgy lehet megvédeni, ha Narutóik állandóan a közelében vannak. De ez persze attól is függ majd, hogy tényleg csata alakul-e ki a közelítő Ishiki és Narutóik között. Az ellenség ugyanis megérkezett Konohába, és akinek 3 napja van hátra, az biztos, hogy mindent ki fog adni magából, valószínűleg egy egetrengető harcot kapunk majd. Megemlítették, hogy Naruto és Sasuke még az életét is odaadná Konohaért, ez pedig egyből azt a következtetést engedi levonni, hogy lehet, hogy egyikük meg fog majd halni a csatában. Óriási fordulat lenne, és egy világ dőlne össze bennünk, de ezt korai lenne meglépni. A hőseink most fogják igazából megmutatni, hogy mire képesek ketten, és lehet, hogy el tudják intézni majd Ishikit. De lehet, hogy az Otsutsuki így is találkozhat majd Kawakival, és akár maga Kawaki kéri majd, hogy ne törjön meg a lánc köztük, mert vágyik Ishikinek a hatalmára. Ha nektek is tetszett Kashin Koji tüzes harci módja, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is felejetek, szerintetek Narutóék vagy Ishiki fog újra győzni, ha csata lesz. Ez volt a Ninja Kés benne a Boruto manga 48. fejezetével, találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért!